Üdvözlet mindenkinek itt az infobabó.hu weboldalon! Ezúttal a készpénzről lesz szó, jobban mondva a készpénznek a megszüntetéséről, készpénz használat betiltásáról, hogy mikor kerül erre sor, azt nyilván. Én nem tudom, azonban a romániai események elindítottak néhány érdekes gondolatot bennem, ez az, amit szeretnék megosztani ezúttal, mielőtt ennek nekivágnék. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Feltételezem a többség hallott erről a hírről, ha nem, akkor megmutatom azt a rövid videót, amit a Facebookon kaptam én, tárgyalták, hogy november 1-én lép érvénybe az a jogszabály Romániában, amely 5000 lejre korlátozza a készpénz használatot az országban. Hír az Erdélyi Magyar Televíziónak a Facebook oldalán jelent meg. November 1-én lép érvénybe az a jogszabály, amely 5000 lejre korlátozza a magánszemélyek és 2000 lejre a cégek által egyszerre elküldhető készpénzösszegét. A magánszemélyekre vonatkozó szabály 2024. december 31-ig lesz érvényben, majd 2025. január 1-től 2500 lejre csökken. Tehát látható, mi az a elképzelés, először 5000 lej, aztán 2500 lej, legalábbis így gondolták. Először, mikor hallottam, akkor úgy gondoltam, hogy na igen, ez arra irányul, hogy a készpénzt kiszorítsák a piacról, és korlátozzák ilyen módon. Azonban jobban elgondolkodván ezen, úgy hiszem, hogy nem is kell nekik a készpénz használatot korlátozni mert úgy is csökkentik az értékét az állandó pénznyomtatással idézőjelbe, legalábbis azzal a módszerrel, hogy pénzt juttatnak mesterségesen a gazdaságba. 2007-ben a Federal Reserve Bank egyenlege 1000 milliárd dollár volt, ugye ez 0,9 billió, ami 1000 milliárd végre megtudtam magyarul. 2023-ban ez 8000 milliárd dollár, azaz 8 billió dollár. 2023-ban, 16 évvel később, 8-szor annyi. Ami azt jelenti, hogy ennyi adóságot halmozott fel az amerikai Egyesült Államok. Federal Reserve az államkötvényeket bocsát ki, amiket megvásárolnak tőle a bankok. Ez pedig növeli az államadóságot. Ez az egyik módja annak, hogy készpénzt juttassanak a rendszerbe. Jogszabályt a költségvetési hiány visszaszorítására irányuló intézkedés csomagba foglalta bele a kormánykoalíció. Ezzel nem a készpénzt akarják betiltani, hanem az adócsalás visszaszorítását célozzák, hiszen uniós szinten Romániában a legnagyobb az adóelkerülés. Az a helyzet, hogy ha a politikusok szeretnék az adócsalást korlátozni, akkor magukon kellene kezdeni, illetve az ő spanyaikkal. tanulmányok szerint itt nagyobb problémák is lesznek, mert ugye Romániában közel 60%-ának nincs is bankszámlája, tehát ugye falvak, meg, meg rurális környezetben nagyon nincs bankszámlájuk az embereknek, tehát hogy itt elég nagy problémákkal fogunk küzdködni mert vagy az fog történni, hogy akkor folytatódik az adócsalás, meg a fekete piac az ugyanígy fog működni, vagy növekedni fog akár. Érti mindenki már, hogy miért beszéltem annyit arról, hogy hogyha megszűnik a készpénz, és kénytelen lesz mindenki digitális fizetőeszközt alkalmazni és használni, az mekkora problémát fog jelenteni, elmondta itt. Ha valakinek nincsen erre lehetősége, akkor az nem tud részt venni a gazdaságban. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda és támogassa munkánkat, mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm. Az elképzelést már most elültetik a fejekben. Láthatjuk azt, hogy hogy gondolkodnak ezzel kapcsolatban, hogy mi az, amit terveznek, hogyan kívánják megvalósítani mindezt. Az ember sokkal jobban ki lenne téve a rendszernek. Így most csak fogom a pénzem, átmegyek a szomszédba, veszek tőle, amit csak tudok, amikor akarok, ha van pénzem. De, hogyha hozzá lennénk kötve ehhez a rendszerhez, akkor ezt nem tudnám már megtenni, hisz ő nem tudja majd elkölteni azt a pénzt, csak ha digitálisan kapja meg. Mondhatnánk azt, hogy jó rendben, akkor cserekereskedelmet folytathatsz. Igen, de az kiszolgáltatottabb helyzetbe fogja az embereket juttatni, mert nincsenek felkészülve erre a rendszer. Ma Márcsó csaláguk kormányfő is visszalépett az intézkedés mellől, mondva, hogy a pénzügyi hatóság szakértői készítették elő a tervezet ezen részét, amit még elemezni fognak. Annyira nagy volt a nyomás, hogy inkább visszaléptek. És azt akarták csak tesztelni, hogy hogyan reagálnak az emberek. És Románia, vagy a különböző keleti országok, a kisebb országok, az nagyszerű terület, hogy teszteljék ezeket az elképzeléseket. Nyilván nem Amerikában fogják tesztelni ezt, vagy egy nagyobb gazdaságban, kisebb gazdaságban, ahol egyszerű megfigyelni, illetve amelyet egyszerű kontroll alatt tartani. Szakember elmondja ugyanazt, amit elmondtam már rengetegszer, hogy nincsen felkészülve a világ erre egyelőre. Csak nem lehet ennyire radikális lépésekkel ezt kivitelezni, úgyhogy a lakosság le lehet egy része középkori viszonyok között él. Egy része középkori viszonyok között él. Bizügyi szempontból, vagy akár városokon is adott esetben a fejekben még nagyon rég megrögzött gyakorlatok vannak, és különösen a magánszemélyek esetében, illetve a kisvállalkozások esetében vágott ez élő húsba, egy kivitelezhetetlen helyzetre. Ma hatalmas sorok voltak egyébként a határozat megjelölés előtt a bankoknál, hiszen nagyon sok embernek még a belőle bankszámlája sincs, nem vagy bankkártyája. Valakit érdekel, hogy hogyan lehet manipulálni egy egész társadalmat, akkor itt van egy élő példa rá. Bejelentik, hogy ez a változás, és már is az emberek annak megfelelően kezdik el szervezni az életüket. Nem feltétlen mentek az utcára, tüntettek, és zúztak, hanem próbálták menteni a menthetőt, a bankból kivenni a pénzüket, bankszámlát nyitni és felkészülni arra, ami következik. Mi vagyunk azok, akik megadjuk a választ a lépéseinkkel a kérdéseikre. Nekik csak el kell indítani a folyamatot, és nézni, hogy hogyan reagál a tömeg. Van egy elképzelésük róla, hogy mi fog történni, természetesen, de pontosan nem tudhatják. Ezért egy-egy ilyen bejelentéssel utána élőben zajlik a kísérlet, és látják, hogy rendben, ha azt mondjuk, hogy a készpénzt el fogjuk törölni, és 5000 lej lesz a korlát, akkor az emberek ezt és, ezt és ezt és ezt és ezt fogják csinálni, és így fognak reagálni. Nézzük meg, hogy mi a reakció és utána felkészülünk arra is, és a következő koncepció már magába foglalja arra a választ. Tehát felkészületlen volt erre a határozatra meggyőzésem szerint. A kormány valószínűleg a különböző gazdasági mutatók javítása, uniós nyomás, meg egyéb tényezők hatására nagyon gyorsan emlékezünk, hogy milyen formában szavazta meg a parlament ezt a törvényt. Tehát átgondolatlanul, különösebb elemzés nélkül történt ez, és rájöttek, hogy ez tulajdonképpen kivitelezhetetlen. Én hiszek önmagamban, hiszek a kreativitásomba. Ez lehetetlen, amiről beszél, hogy ez így van. Ha valaki azt gondolja, hogy ostoba emberek a parlamentben, akik csak kitalálnak egy ilyen tervezetet, és aztán bejelentik, majd várják, hogy jó, biztos sikerülni fog. Annyiból állt a tervezet ez a három sor, hogy 5000 lej alatt, meg 2500 lej, meg azok meg 50 ezer Aztán majd nézzük, hogy mi fog történni. Előre okosan kiszámolják. Mindenki van kalkulálva. De nem az volt a cél. A cél pontosan az volt, amit elértek. Megfigyelni a reakciókat, és aztán azt mondani, hogy á, jó, átgondoljuk, mert nem tudjuk megvalósítani mégsem. Kész kabarévá vált a készpénz használati tervezet. Tehát föl kell függesztenünk a mesterséges, brüsszeli áremelések politikáját. Érdekes módon azt írják a nagyszerű economics.hu weboldalon, hogy erőteljes készpénzpárti propaganda indult a közösségi médiában, az üzenetek pedig nem praktikus okokból, hanem ideológiai alapon támadták a törvénytervezetet. Tehát nem arról volt szó, hogy ez megnehezíti a kisvállalkozók életét, hogy falusi környezetben praktikusabb a készpénz, hogy idős embereknek gondot okoz az online fizetés, hanem az, hogy ne legyünk digitális rabszolgák, fizessünk készpénzzel, ez ugye Duró Dóra az, aki a mi hazánk Országgyűlési képviselője, ami szintén az irányított ellenzéknek egy része. Hogy most tudatosan vagy sem, azt én nem tudom, de ezek a fajta patrióta, nacionalista beállítottságú mozgalmak szerte a világon az irányított ellenzék kategóriába tartoznak. Magukhoz gyűjtik azokat az embereket, akik félig-meddig felébredve értik azt, hogy valami csalás folyik, és szeretnének egy jobb világot építeni legalább a saját nemzetüknek. Ezek kilógnak ugye a két nagy pártból, ami demokrata és szocialista, vagy annak a verziója mindenhol szerte a világon, ahol több pártrendszer van bennem, csak bennem. És ott mindenhol megtalálható egy ilyen nacionalista párt. Ezek az emberek, akik ehhez tartoznak, már látják, hogy valami probléma van a világgal, szeretnének tenni ellene, azonban nem tudnak, őket összegyűjtik ezekben a rendszer által mesterségesen létrehozott nemzeti nacionalista mozgalmakban. Függetlenül attól, hogy én úgy gondolom, hogy Gödény György is például egy ilyen irányított ellenzék kategóriába tartozik, amit mond, abban van igazság, és üres vagy pénztárcával nincs esély a túlköltekezésre, míg egy bankkártya, vagy adott esetben hitelkártya lehetővé teszi ezt, ezzel a veszéllyel is számolni kell, mint ahogy az is, amit Bálint Csaba, a Román Nemzeti Bank igazgató tanácsi tagja hangsúlyozott, hogy az online fizetéssel történő vásárlások nyomot hagynak, azonban a személyes szabadságunkat fenyegető nagy kockázat az nincs ebben. Az első része az igaz, persze a második része egyáltalán nem, hogyha csak arra gondolunk, hogy széndiokszid adó meg kvóta, és azt le fogjuk majd bontani az egyénre, akkor fontos, hogy ki mit vásárol, abból aztán majd az ő széndiokszid kvótáját lehet számogatni. Még lehetne is csökkenteni az árakat, de az Unió által rátett speciális kvótaadó miatt valójában egyre drágább lesz és nem is éri meg, ezért majd ki fogják kapcsolni ezeket az erőműveket, majd inkább zöld energiát fogunk használni, mert azt nem bünteti az Unió, és így bekövetkezik egy változás. Ha most úgy gondolja valaki, hogy ez valami science fiction jövőben néhány száz év múlva, akkor az csak egyszerűen még nem húzta ki a fejét a homokból, és nem érti, hogy merre halad a világ. Még lehetne is csökkenteni az árakat. De persze, mint kiderült, visszalépett a román kormány, és mint egy kabarévá vált ez az egész, lenyugodhat mindenki, írja a székelyhon.ro, a kormány meghátrált, és fontos döntéseket készül visszavonni a készpénz használata kapcsolatban. Most már tudjuk, hogy visszavonták, csak hogy megerősítsem, a cégek számára az egyik legfontosabb problémát az jelentette volna, hogy a falvakban élő üzlettulajdonosoknak, kisvállalkozóknak az üzlet készpénz bevételével naponta el kellett volna menniük a legközelebbi bankba, ami pénz, idő, energiaigényes folyamat. Még lehetne is csökkenteni az árakat? A magánszemélyekre vonatkozó legfontosabb változást pedig az jelentette volna, hogy a magánszemélyek közötti készpénzes kifizetések 10 ezer lejre, majd 5 ezer lejre korlátozottak volna tranzakcióként. Ez utóbbi 2025. január 1-től. Ne gondolja senki, hogy ez a miniszterelnök, ez olyan ostoba, hogy ez után jött rá, hogy ó, oh, hoppá, ezek nem életszerűek, ezt nem tudjuk bevezetni. Semmi köze nem volt ehhez az egésznek, mint ahogy azt felvázoltam. De nem is kell, hogy betiltsák a készpénz használatot, és az elkövetkező gazdasági összeomlás az el fogja törölni az összes készpénzt. Amikor az Egyesült Államok gazdasága összeomlik, mint ahogy elkerülhetetlenül összefog, attól a pillanattól kezdve nem lesz probléma azzal, hogy van-e készpénze valakinek, vagy nincs, mert úgy sem fog érni semmit mennyiben valakinek kétségei vannak, hogy az amerikai gazdaság össze fog omlani a közeljövőben, akkor mutatok egy adatot. A Federal Reserve Bank, ami az Egyesült Államokban egy lényegében magánkézben lévő pénzügyi szereplőként meghatározható, mivel nem bank, azonban érdekes módon a bankok mégis innen kénytelenek hozzájutni a pénzhez. De? Hölgyeim és uraim, kérem nézzenek bele! Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a .hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobából, illetve Yahoo útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.